A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szeretettel köszöntöm Önöket, a Nálatok Mizut látják. Ezúttal egy csodálatos gyógyulás történetét hoztam el Önöknek, de nem csak ezt, hanem erről sokkal többről is lesz szó a mai adásban. Aki pedig a középpontban van a mai műsorban, az nem más, mint Horváth Hella, akit szerintem nézőink közül is nagyon sokan ismernek. Ennél természetesen jobban is be fogom mutatni őt, de hogy az ő gyógyulása a mai témánk leginkább. Szeretettel köszöntelek, örülök, hogy itt vagy. Köszöntelek téged is, és mindenkit, aki nézi a mai adást. És hát nem csak Hella van itt velünk, hanem két segítője, akik ebben a csodálatos felépülésben mellette álltak és állnak a mai napig. Úgyhogy itt van velünk Török Evelin, személyi edző. Köszöntelek. És itt van velünk Kovács Tibor is, aki az ő posztrehabilitációs szakembere, ha jól mondom. Igen, igen. Köszönöm szépen, én is üdvözlök mindenkit. No, hát egy jókedvű társaság van itt, azt gondolom. Itt a műsorunk előtt is már látszódott az, hogy ti egy jó kis csapat vagytok, így a hétköznapokban is dolgoztok együtt, hanem tényleg baráti kapcsolatok fűződnek itt össze. Hát az elején a műsornak, csak hogy ne menjünk át negatívba, egy néhány perc elejéig átvennénk azt, hogy mi történt Hellával 2019-ben, ha jól emlékszem. Így van, igen. És hát én azt gondolom, hogy egy teljesen megdöbbentő betegség az, ami valahogy a te életedbe jött. Én megmondom őszintén, nem is hallottam ilyenről soha, és ezt szerintem nagyon fontos, hogy elmondjuk, és vigyázzunk, és felhívjuk arra a figyelmet, hogy igen, ilyenek is sajnos előfordulnak, mert az, hogy valaki mondjuk daganatos beteg lesz, az már most sajnos már benne van a pakliban, de ilyenekről nem hallani. Na, Hella, mesélj nekünk akkor kérlek, hogy talált meg ez a betegség, mi is pontosan ez a CBS nevű betegség, ami ugye egy fertőzésnek köszönhető. Én nagyon aktív életet éltem, talán akik ismernek, tudják, a kiállítások, előadások szervezése, moderálás, de nagyon sok mindent csináltam, és emellett ugye origami táborokban, foglalkozásokon, rendezvényeken tanítottam. A betegségemet megelőző hónapban is egy nagyon kemény időszak állt mögöttem. Akkor vidékre jártam le, ráadásul az ország túlsó felébe, 300 kilométerre Fehérvártól nyári táborba gyerekekhez, mind a közben Fehérváron meg ugye dolgoztam, és ezek a tevékenységek mellett, ugye azt mindenki tudja, hogy a Vadmadár Kórháznak az egyik elkötelezett önkéntese vagyok most már több mint 10 éve, és ott is igyekeztem mindig kivenni maximálisan a részemet a feladatokból, és mindent örömmel csináltam, mindent nagyon szerettem csinálni, de valószínűleg lehet, hogy kicsit túlfeszíthettem a húrt, mert ugye én ezt a betegséget, ami történt, egy önismereti útként élem meg, tehát semmi tragédiának nem tartom. Ez egy állapot, amivel most éppen dolgom van, de lényeg az, hogy én az utolsó munkanapomig teljesen rendben voltam. Az utolsó munkanapomra lázasodtam be, és lett egy nagyon súlyos torokgyulladásom, és így kezdtem meg az egy hónapos nyári szabadságomat, amit a teljes feltöltődésre és felüdülésre és pihenésre akartam fordítani, és hát ugye ezen nevetgéltünk, vagy próbáltam a környezetemet vidítani, hogy hát hotelben vagyok én, igaz, hogy a kórház hotel szárnyában, koktélokat iszogatok én, igaz, hogy infúzió formájában kapom a karomban, de tehát én akkor sem tudtam ezt az egészet annyira komolyan megélni, nem akartam annyira komolyan megélni. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egyik napról a másikra szó szerint teljes mozgásképtelen állapotra bénultam le. Na, ez a durva, tehát itt kezd el rázni a hideg, mert hogy egy torokgyulladásból hogy lehet ez? Te már biztos szakavatott vagy ebben a témában. Igen, ez a ritka betegségek egyike, Guillain-Barré szindrómának hívják a két orvosról, akik ezt a betegséget azonosították. Gyakorlatilag ez egy alulról fölfelé szálló bénulás, ennek vannak könnyebb és nehezebb fokozatai, hát én a nehezebbet kaptam, mint kiderült, bár én egészen a kórházi kezelés, illetve a rehabilitációs intézetben töltött fél évem alatt abban a maximális tudatban és hitben éltem, hogy a könnyebb történetet kaptam. Ami azt jelenti, hogy az idegsejteknek egy gyors regenerálódása kapcsán
ez a betegség maradandó tünetek nélkül akár néhány hónap, max. Egy fél év alatt teljesen rendbe jöhet. Én 3 hónapot adtam egyébként ennek a betegségnek, hogy 3 hónap és én megyek vissza és dolgozom. És azt be kell vallani, hogy a rehabilitációs intézetben azért én nem voltam ennyire vidám. Az egy nagyon kemény időszak volt, amikor kezdtem felfogni, hogy hát az a 3 hónap most már fél év, és még mindig nincs látványos eredmény, még mindig kerekesszékben élek, és úgy is engedtek engem onnan haza, hogy kerekes székes életmódra felkészítve, illetve meg is kellett volna venni a kerekesszéket, úgy kellett volna hazajönni, hogy hosszabb távra azzal közlekedhetek, rövidebb távra pedig ezzel a rollátor nevű szerkezettel. És ami akkor erre azt mondtad, hogy nem, ugye? És én azt mondtam, hogy én nem. Úgyhogy mangót sem kaptam, amit úgy szereztem, mert mondtam, hogy egy életem, egy halálom, én nem fogok guruló életmódot folytatni, én fel fogok épülni. És ez a töretlen hit, ez nagyon-nagyon erősen élt bennem. És hát gyakorlatilag 2020. március 14-ére én már otthon voltam, február legvégén engedtek haza a kórházból, illetve a rehabilitációs intézetből, és én azt gondolom, hogy maga a gyógyulás konkrét útja, amikor már lelkileg is összeszedett voltam, és amikor ez a vakremény már egy kicsit biztosabb talajokon állt, akkor kezdődött el az én igazi gyógyulásom. Amiben ugye ti vagytok azok, akik a leginkább kísértek, illetve még egy hölgy van, akit szeretnék megemlíteni. Őnek is végtelen hálával tartozom, de ő most a mai napon nincs itt velünk, ő a fizikoterapeutám, aki a mai napig hetente 2 alkalommal kezel, az izmaimnak a tónusát segít rendben tartani, rendbe hozni, ahhoz, hogy a két segítőm, a két edzőm hatékonyan tudjon velem dolgozni. Na most, hogy mielőtt még belemegyünk abba, hogy ti hogy segítitek őt, titeket, mint szakembereket kérdezem, hogy mi történik jelenleg vele? Mert hogy volt egy bénulás, ami egyébként tényleg bámulatra méltó, azt elmondhatjuk, hogy úgy jöttél be a saját lábadon, segítség talán minimálisan szükséges, de jössz-mész magadtól már. Kis csalás van azért a dologban, ezt mindig el szoktam mondani. A lábamon van 2 járássegítő, amit én csak nyúlcipőnek szoktam hívni, ugyanis a bénulás az még a boka és peroneus szakaszon tart, tehát ha ez a 2 nyúlcipő nincs rajtam, akkor segítség nélkül egy maximum 2 lépést tudok tenni, tehát többet még mindig nem. Uh-huh. Ha ez a 2 szerkezet rajtam van, akkor viszont, ahogy látjátok, egy sima egyenes talajon, tehát ahol nincs lépcsőfok, ahol nincs patka, ahol nincs akadály, olyan pályán egy ilyen szakaszon már elboldogulok egyedül. Ha patka van, vagy bármi, akkor még mindig nincs meg az a teljes izomerő, amivel fel tudnék arra lépni, tehát az kifogna még rajtam. Uh-huh. Mielőtt válaszoltok, csak még az, hogy ugye mondtad, hogy ebből azért viszonylag hamar is fel lehet épülni, de ha jól tudom, ebbe bele is lehet halni. Igen, tehát a betegek egy része ebbe belehal. Van, akinek egy rendkívül gyors lefolyású, tehát mondjuk 1 nap alatt történik ez a bénulás, és ők lélegeztetőgépre kerülnek, illetve több olyan ismerősöm van, aki a mai napig még kerekesszékben él, és hosszabb ideje beteg, mint én. Illetve hát ugye mi egészségeseknek vagyunk, mondva maradványtünetekkel élünk. Viszont ugye itt, ami velem történt, itt az idegsejtek maguk sérültek, ezek bontódtak le. Ezeknek kellene újraépülni. Az orvostudomány mai állása szerint 1 év után az idegsejtek regenerálódása leáll. Tehát itt, amin mi dolgozunk, ez a neuroplaszticitás elvén új idegpályákat is létrehozni egyrészt, másrészt az elsorvati izomzatnak az újraépítése, harmadsorban pedig, hát, és talán az egyik legfontosabb mégiscsak az, hogy a lelki egyensúlyom és a hangulatom az rendben legyen. Ugye azért vannak olyan időszakok, ti tudjátok, az elmúlt fél év az nagyon kemény volt a számomra, amik ha nem is visszavetnek, de stagnáltatnak. Tehát, hogy vannak olyan periódusok, amik nehezek, de ez ebből szép nyilván. Nagyon sok mindenen, bocsánat, hogy közbeszóltam, nagyon sok mindenen keresztül mentünk már a Hellával, tehát neki volt bukatörése. Azóta, hogy... Így van, pontosan. Nagyon magabiztos voltam a járás tekintetében, azt gondoltam, nagyon hogy sok én minden otthon történt. Már tudok lépni. Szóval akkor vigyázni kell, nyilván erre óva intenek itt a szakértők. Tehát nagyon sok minden történt már, amióta mi együtt dolgozunk, és tehát itt voltak olyan... orvosi elejtett mondatok, szavak, hogy köszönjük szépen, de ő nem fog soha
normális életet élni, és gyakorlatilag lemondtak róla, és én úgy mentem ki akkor még hozzá házhoz, a Hellához, hogy ő gyakorlatilag sírva nyomta végig az edzést, és egymást támogatva mentünk tovább. Nagyon sok minden történt 2020. augusztusa óta, tehát voltak hullámvölgyek, hullámhegyek, tényleg sok mindenen mentünk keresztül, de úgy gondolom, hogy a végtelen hite, meg az, hogy nem adta fel, az rengeteget segített ebbe. Meg az, hogy olyan, tényleg mondhatom ezt, hogy olyan szakemberek vagytok, akik nem csak a munkára fókuszálnak, hanem tényleg egy baráti és nagyon erős lelki segítséget is nyújtanak. Tehát sokszor nagyon nehéz, bármilyen betegségben is van valaki, egy megfelelő lelki támaszt nélkül felépülni, tehát kell a támogatás, és tőletek ezt megkapom így. Tehát mondhatom ezt, hogy nem csak edzőim, hanem barátaim is. Ez talán egy nagyon fontos. Hát ez egy fontos dolog, igen. Úgyhogy... És te, mint posztrehabilitációs szakember, hogy látod ezt az állapotot, amiben ő most van? Hát ez úgy szokott igazából felépülni, ez az egész dolog, hogy valakivel megtörténik ez a baj, ami a Hellával megtörtént. Utána orvosok veszik körbe, utána gyógytornászok foglalkoznak vele, és amikor ő neki igazából van egy bizonyos szakasza a betegségének, és végeztek ezek a szakemberek az ő problémájával, utána keresett fel igazából engem a Hella, mint posztrehabilitációs szakembert. Az én dolgom az igazából az ő betegségében, és úgy tudtam neki segíteni, hogy jobb életvitelt tudjon élni, egészségesebb legyen, hogy akik posztrehabilitációval foglalkoznak, utórehabilitálnak. Szóval nem rehabilitálnak, utórehabilitációt kell csinálni. Mert hogy az ugye az intézetben megtörténik. Mert az megtörténik az intézményben pontosan. És utána már nincsen látás, tehát ez még fontos, hogy ezeket az utakat egyedül kell megtalálni. És van egy óriási fekete lyuk ugye itt ebbe a történetbe, hogy aki nem elég talpra esett, vagy nincs olyan ismerettsége, az sem tudja, hogy hova fordulhat. Tehát van egy fekete lyuk ebbe az egészben. Meg hát azért is gondolom, mert annyira ritka, hogy ebben így talán van. Nincs gyakorlat, nem? Plusz mellette azért, amikor az ember átmegy egy ilyen dolgon, nehéz dolgon, utána szeretne azért egy egészséges életet élni, mozogni, ami nem arról szól az élet, hogy most bennülök a kerekesszékbe, vagy nem mozdulok ki otthonról, vagy nem szeretném érezni azt, hogy egészséges vagyok, vagy tudok egészséges lenni, vagy meg tudok gyógyulni. Az én szakmámból kifolyólag, amikor jött hozzám a Hella, azért nehéz volt látni azt, hogy ő milyen állapotban van, ez mindig nehéz. Szóval tényleg nagyon nehéz volt Hella, hogy azt látni, hogy milyen izomtrófiád van, izomsorfadása van, az, hogy a mozgásának a szerkezete az teljesen szét van hullva, a stabilizáló izmok, a szallagrendszerek, semmi nem úgy működik, ahogyan kellene, és én, mint posztrehabilitációs szakember, szépen lépésről lépésre, a gyógytornász után és az orvos után, elkezdtem foglalkozni azokkal az alapvető dolgokkal, ami ahhoz kell, hogy a későbbiekben, most a Hella, hogy mondjam, el tudjon menni egyet túrázni, vagy sportolni, vagy pingpongozni, vagy minőségi bármi más, hogy minőségi életet tudjon élni. Egyszerűen csak a moldba, igen, postára. Igen, és mint posztrehabilitációs szakember, az első dolog az, amikor én elkezdek dolgozni egy ügyféllel, hogy nézek, egy tartáselemzés van. Szóval, hogy megnézem, milyen a tartása. Utána nézünk egy mozgáselemzés, vagy egy mozgásmintát nézel, hogy egyetem milyen a mozgása. Utána történik az, hogy megnézed, hogy megvannak az izületi szögei, leméred az izületi szögeket, megvan a normális izületi szög ahhoz, hogy egyáltalán el tudja látni az alap mozgásformákat. Akkor ezt különböző izületi szögmérővel leméred, izombekapcsolási sorrendeket nézel, hogy pontosan melyik izom kapcsol be először, és melyik utoljára. Megnézed, melyik izmok dolgoznak túl, melyik izmok dolgoznak alul, amelyik túl dolgozik, azt oldod szöveti kezeléssel, amelyik alul dolgozik, azt elkezded erősíteni, és egy egyensúlyt teremtesz. Hogy a későbbiekben ne történjen az, hogyha valakinek van például egy bokasüllyedése,
ami hozhat már magával egy becsavarodott combcsontot, és ott minden elborul, szóval felborul, és onnantól kezdve minden sérül. Szóval kopnak az ízületek, onnantól kezdve túlhomorodhatod a méhháti szakasza, alsó keresztszindrómája, felső keresztszindrómája lehet, szóval, hogy tényleg próbál az ember egy egészséges egyensúlyt teremteni ahhoz, nem az, hogy élsportoló legyen, mert itt beteg emberekről beszélünk, hanem arról, hogy minőségi életvitelt tudjon élni a jövőben is, úgy, hogy ne történjen igazából a későbbében több sérülés. Úgyhogy nem könnyű. Mielőtt akkor ennek a részleteibe belemegyünk, hogy mi történik egy-egy ilyen edzés alkalmával, azért azt megkérdezném, hogy ezekhez képest, hogy amikor te kikerültél ebből az intézményből, és ugye magadra maradtál, akkor hogyan boldogultál, és a mai napig hogyan boldogulsz? Mert azt beszéltük, hogy például autót vezetni, és azt mondtad, hogy na hát pedig én autót fogok vezetni, és vezetsz is. Igen, de pedig voltál ehhez képest rosszabb állapotban is, amikor vezettél, csak erre gondolok. Igen. Tehát amikor hazakerültem, akkor még ugye kaptam a 2014 állami gyógytorna lehetőséget, és ott a gyógytornászom is egy rendkívül kedves és jó szakember volt. Ő volt az, aki abban az időszakban még foglalkozott velem, csak aztán beütött a Covid. Ugye ez pont az az időszak volt, amikor minden leállt, illetve le is jártak a gyógytornáim, és én így maradtam gyakorlatilag magamra, hogy állami szinten arra lenne még lehetőség, hogy évente egyszer visszamenni néhány hétre vagy egy hónapra az intézetbe, de bevallom töredelmesen, ha lehetne, ezt az utat választottam. Értető. Több okból is, viszont ugye ott álltam, hogy értem, de egyedül nem fogok tudni gyógyulni, és akkor elkezdtem bújni a netet, elkezdtem gondolkodni, és hát azért az egyértelmű volt, hogy az elsorvadt izmokat vissza kellene építeni, ahhoz akkor olyan szakembert kéne keresni, aki izomzattal foglalkozik, ki lehet az, hát egy edző, egy tréner, és így kezdtem el olyan szakemberek után kutatni, akik hajlandóak lehettek volna arra, hogy segítsenek. Bevallom, töredelmesen nem Evelyn volt az első, akinek írtam, hiszen ugye ilyenkor ez úgy történik, hogy a neten feljön pár név, és én írtam 2-3 edzőnek is, ahol röviden vázoltam a problémámat, és mindegyikőjük azt mondta, hogy ez annyira speciális terület, hogy nem mernek bevállalni. Evelyn válaszolt, ő eljött, felmérte az állapotomat, és hát úgy döntöttünk, hogy belevágunk és megpróbáljuk, illetve azt is hozzá kell tenni, hogy Evelynben, amit még nagyon-nagyon mélyen tisztelek, hogy volt egy olyan lehetőség, ahol elmehettünk egy ilyen workshopra, ahol ezeket a neuroplaszticitás elvén épülő edzés technikákat mutatta egy hölgy, amit Angliából hozott Magyarországra. Ez a technika, ez kifejezetten az agyvérzéses betegeknek szól, őnekik nyújt egy hihetetlen jó megoldást, illetve gyógyulási stratégiát, és Evelyn vállalta, hogy eljött velem. És ami egy hihetetlen jó dolog volt, és nagyon büszke vagyok rá, hogy amiket mi ott láttunk és tanultunk, azok mentén visszaigazolást kaptunk, hogy mindaz, amit Evelyn eddig csinált velem, az tökéletesen az volt. Tehát egy jó úton jártunk és haladtunk, de akkor még olyan állapotban voltam, hogy én a lakást nem nagyon tudtam elhagyni. Tehát, és ebben ki segített neked? Hogy oldottál meg mindent? Hát ez nagyon vicces. Ez bámulatos egyébként. Ez nagyon vicces, mert a saját lakásomat, ami egy panel lakás, nem tudtam használni. Ugyanis a kerekesszékkel nem tudtam a mosdót, nem fértem be, a fürdőszobát nem tudtam használni, tehát nem volt lehetőségem arra, hogy illetve csak nagyon-nagyon küszködve tudtam volna megoldani. Így a párom albérletébe költöztem, ő volt az, aki felvállalta, hogy akkor foglalkozik velem. És hát ott viszont egy szinteltolásos családi háznak volt egy része, ami a miénk volt, és hát a szinteltolást meg kellett volna oldani. És mivel én hivatalosan ugye csak egy rollátort kaptam, jött az ötlet, hogy akkor az alsó szinten lesz egy, itt 2 lépcsőfokról beszélünk, a második szintre pedig kértem egyet kölcsön ismeretségi körben, és ott az egyik origami és barátom édesanyja után maradt egy rollátor, megkaptam azt, tehát volt egy lent a nappaliban, és 2 lépcsőfokkal feljebb az előtér szakaszában egy másik rollátor.
Úgyhogy Evelinnel tanultam meg, hogy azon a két lépcsőfokon hogyan tudok felmenni. Egyébként meg én rendkívül kreatív vagyok, és nem hagyom magam megoldani, tehát általános iskolában mindenkinek ismerős a rákjárás előre-hátrafelé, és ez tökéletesen működött nálam is. A lépcsőnél ez nagyon jó karizomerősítés is volt egyben, tehát én ezért nagyon sokat segítettem a felmosásban, hogy tiszta legyen a padlás. És azon a nyomvonalon, amerre én jártam, arra mindig fényes volt. Tehát igazából így oldottuk meg. Nagyon szuper egyébként, hogy így fogod ezt fel. Ha már akkor Evelint említetted, akkor egy picit beszéljünk a közös munkáról. Itt a kollégák szerintem be tudnak játszani nekünk közben képeket, miközben beszélünk erről, hogy lássák a nézők is, hogy zajlik nálatok egy edzés. Mostanában voltunk nálatok, és sikerült néhány felvételt készítenünk mindkettőtökkel, és akkor látják egy kicsit, hogy hogyan zajlik ez. Hogy kezdődött a közös munka? 2020. augusztusában keresett meg a Hella, amit én egy nagyon nagy meglepetésnek, vagy meglepetésként ért, hiszen eléggé speciális ugye ez az egész, tehát az ő esete, helyzete. És én nagyon sokat gondolkodtam, hogy el tudom-e őt vállalni. Mindenképpen kellett vele találkoznom, és amikor először én kimentem hozzá a házhoz, kijött egy hölgy egy rollátorral. És mindenképpen le kellett ülnünk, beszélni, leültünk, beszélgettünk picit, elmondta az ő állapotát, és nagyon-nagyon szkeptikus voltam, hogy én ezt meg tudom-e csinálni, tudok-e vele együtt dolgozni. És mondtam, hogy csináljunk egy pár olyan alkalmat, nézzük meg, hogy egyáltalán megy-e ez együtt. És fantasztikus volt, mert nagyon gyorsan egymásra hangolódtunk. A Helláról tudni kell azt, hogy nagyon-nagyon félt az elején minden ilyen dologtól, tehát minden mozgástól, minden tornától nagyon-nagyon sokat kellett dolgozni azon, hogy a bizalom kialakuljon, tehát hogy ő merjen egyáltalán bármit is csinálni, én úgy gondolom. Tehát egy gyakorlat megtanulásánál is első körben az volt a legfontosabb, hogy bízzon magában, bízzon bennem, és ezt fel kellett építeni első körbe. Ugye mi azért dolgozunk együtt a mai napig, hogy fejlesztük az ő izomkeresztmetszetét. És most már eljutottunk oda, hogy nem én megyek hozzá házhoz, hanem ő jön az edzőterembe. És gépeken, súlyzókkal tudunk dolgozni. Uh-huh. Bocsánat, még annyit hadd fűzzek ehhez hozzá, hogy ez a félelem ugye onnan gyökerezett, hogy egyrészt a rehabilitáció ideje alatt, én nagyon sokat estem, tehát ez az összeestem nem tartott meg, nem volt ott, akinek kellett volna, és annyi ilyen élmény rakódott fel, hogy ugye nem volt meg ez a bizalom, hogy kibe kapaszkodhat, tehát ki az, aki segít, aki ott van mellettem, illetve aki mellettem van, ő valóban segíte, és ezt meg kellett tanulnom a két edzőmmel, tehát ezt a bizalmat, hogy egyrészt magamban, amikor ott áll a testem, bízzak magamban, de összeesek, nem tart meg, illetve bízzak az edzőimben, hogy ott vannak, és majd ők vigyáznak rám, és ezt meg kellett tanulni, és ezért ez egy nehéz, nagyon nehéz időszak volt, nehéz fonszó folyamat volt. Hát még szakembereknek nekünk is nagyon nehéz. Szóval azért, Hella, amióta veled együtt dolgozok, nagyon sokszor volt, hogy féltél. Nagyon sokszor félt attól, hogy elesik, azért mindenkünk szakembereknek ez hatalmas nagy felelősség, hogy bármikor sérülhet, mert nem egy egészséges emberrel foglalkozunk, hanem egy olyan emberrel, aki azért egy nehéz időszakon ment keresztül, és szeretne meggyógyulni. Egy biztos, hogy Hella, te nagyon jól döntöttél, és jól építetted fel igazából azt a jövőképet, amit te szerettél volna, hogy amikor vége lett maga a kórházi kezeléseidnek, a rehabilitációdnak, akkor te tudatosan tudtad azt, hogy neked egy olyan szakemberre van szükséged, aki utórehabilitál, és amikor eljutottunk arra a szintre, hogy terhelhető legyél, mert itt nem csak azok voltak a problémák, hogy izomkeresztmetszet csökkenés volt, itt az idegrendszer is teljesen lekapcsolt, itt nem, még a mai napig nagyon sokat dolgozunk a plantár dorzál flexiódon, hogy a bokkászt úgy mondom, hogy a bokkaizet tudjon lefele talpi feszítésbe és lábfejé feszítésben dolgozni. Most éppen azt látják egyébként, ha oda néztek a nézők is a képernyőn. Ez tökéletes, hogy ezen nagyon sokat dolgozunk, mert ez még mindig nem kapcsol úgy be.
nem úgy kapcsolva, hogy kellene a lábujjakat, nem úgy tudja mozgatni, ahogyan kellene a súlypont, mivel a bokaszallagok, amik vannak neki, gyengébbek, folyamatosan betörik a lábfej, azért mindig benne van az a lehetőség, hogy kibillenhet a súlypont, és nem olyan biztos ez a járás, amilyennek kéne, hogy legyen. És nagyon sokat kellett dolgoznunk azon, hogy a nyomásérzékelő receptorok, akkor a bőrérzékelő receptorok, a fájdalomérzékelő receptorok, akkor mellette a mozgás gyorsaságának észlelő receptorait tudjuk fejleszteni sporták specifikusan, nem gyógyászat specifikusan, sporták specifikusan is, hogy a későbbiekben egy olyan szakember, mint az Evelyn, aki egy nagyon jó edző, és ért maga a szakmájához. Köszönöm. Köszönöm. És ért a szakmájához. Hozzá tudja nyúlni a Hellához, hogy izom keresztmetszetet tudjon növelni, mert sajnos, mivel lekapcsolt minden, ennek köszönhetően rengeteg izom elsorvadt. És itt szükség volt már a hipertróf keresztmetszet növelésre, hogy növekedjen maga az izomzat is, és a stabilizáló izmok is be tudjanak normálisan kapcsolni. És tényleg az volt a Hellánál, hogy teljesen az alapokról kellett kezdeni. Szóval tényleg onnan. És akkor majd most láthatnak a nézők olyan képsorokat is, hogy ugye lépcsőn, hogy jössz fel és le, és hogy magadtól hogy tudsz jönni-menni, mert hogy azért ez alatt az idő alatt eljutottunk odáig, hogy hát ez már szerintem ez egy óriási eredmény, ezt hát mindannyiótok megerősíti szerintem. Új lakást kellett venni, mert hiszen a régit nem tudtam használni, és az új lakásunknál első emeleten lakunk, és hiába új építésű társasház, ebben nincs lift. És amikor megálltunk a lépcső sor alján, az első alkalommal a párom még ölbe vitt fel. De mondtam, hogy ez a lakás ez olyan szép, és hogy ez zöldre látunk, fák vannak előttünk, madarak dalolnak. Mondtam, hogy hát nincs választásom, meg kell tanulnom lépcsőn felmenni, mert én fákat akarok látni, és madarakat akarok hallgatni. Bocsánat, hogy közbeszólok, rengeteg ilyen mondatod van, Hálus, egyébként, hogy ilyen dolgok motiválnak és visznek előre, hogy én ezt akarom csinálni, és meg fogom csinálni, és ide megyek, és kirándulni megyek, és madarakat látok, és állatokat, és mindig ezek visznek előre. Igen. Hát enélkül ezt gondolom, hogy nem így lenne. Így jutottunk el odáig, amit a lépcsőzésig, ami itt is látszik, hogy most már egyedül le tudok menni egy lépcsőn, és fel is tudok menni. És akkor menni. Viszont mankóval mész föl, ugye, meg le, mindenképpen azt kell, mert közben bicsaptás lehet, ugye? Nem csak az, hanem nem tudok fellépni a lépcsőn, tehát amit itt látunk, az technikailag úgy néz ki, hogy a mankóval tolom magam, korláton húzom magam. Uh-huh. Tehát a lábammal, hogyha kellően támaszkodok, akár kalimpálhatnék is, de most már Evelynnek köszönhetően azért egyre inkább dolgoznak a lábaim a lépcsőn is. Azért van egy olyan kérdés bennem, és ezt nem tudom, hogy meg tudjátok-e válaszolni, bár sejtem a választ, a tiédet főleg, hogy innen még hova tovább? Tehát, hogy itt mit láttok, hogy ebben az ütemű fejlődésben, ami egyébként tényleg nagyon szép, mert lehetne sokkal rosszabb is a helyzet, hova fog eljutni, hova juthat el? El is hagyhatja akár a mankót, szerintetek? Hát én nagyon bízok benne, hogy azért ennek a gyógyulásnak az üteme kicsit gyorsabb lesz, és nagyon bízok benne, hogy még itt van hova fejlődni, és még több mozgást tud majd ellátni maga az idegrendszer, mint igazából az idegrendszer kapcsolt le. Ez egy elég kemény dolog, itt nem csak az a probléma, hogy az izomsorvat, meg mi azért, mint szakemberek itt 200%-ot beleteszünk abba, hogy a Hellának tudjunk segíteni, de azért innen felállni nagyon nehéz, de a Hellának sikerült. Amúgy, aminek így is, úgy is, mindenhogy. De hogy a másik, hogy én sok mindent erőltetek a Hellánál, és az a probléma, hogy azért teljesen máshogy éli meg maga a beteg,
a betegségét, mint aki segít rajta. És például nagyon sokáig erőltettem azt, hogy minél kevesebbet használja a segédeszközöket, térjünk át kinenziótapaszra néha, akkor tényleg úgy vagyok vele, hogy szépen, fokozatosan, preventíven, megelőző szinten el kell venni ezeket az eszközöket tőle, persze olyan szintig, hogy ne károsodjon az egészsége. Szóval, hogy nehogy megint le az legyen, hogy kifordul a bokája, sérül, vagy valami. És visszatérve Evelyn rád, hogy edzőként is, aki valaki testépítő edző, meg fitness edző, azért nagyon jó szakembernek kell lennie, hogy amikor kijön tőlem, mint posztrehabilitációs szakembertől a beteg, ő azért a teljesítményfokozásban tudja azt, hogy mennyire terhelheti azt a sérült felületet, és hogy milyen mintában dolgoztathatja meg, és azért mi ezt az Evelynnel mi meg is beszéltük, és én nagyon is örültem annak, hogy a Hella úgy döntött, amikor eljutottunk egy szintre, hogy Tibi, nagyon jól haladunk, már tudom mozgatni a térdem, valamilyen szinten meg tudom emelni a lábam, a súlypontom egyre jobb, és akkor én már szeretnék teljesítményfokozni, és amikor ő erre készen is állt, akkor ezt el is hozta ezt a döntést, és akkor az Evelynt választotta, és nagyon jól is tette, és én is támogattam ebben, hogy ha tényleg jó egy szakember, és tudja, hogy kell hozzányúlni, hogy kell ezt a keresztmetszetet fölhozni, miért ne terhelhetné? Uh-huh. Miért ne terhelhetné, de persze azért ehhez azért tényleg nagy rizikófaktor van benne, és nagyon nehéz, mert azért Evelyn nekem nagyon kellett tudni azt, hogy te mennyi súlyt tehetsz rá. Mert én lehet, hogy azon dolgoztam, hogy ki tudja nyújtani a lábát, de neked kellett ráhozni a keresztmetszetet, és ez nagyon nehéz. Van ugyanolyan nehéz, mint a posztrehabilitáció. Szóval... Amíg én nem a keresztmetszeten dolgoztam, meg hogy az izmok épüljenek vissza, én a bekapcsolási sorrenden, az egyensúlyon, hogy minden egyformán dolgozzon, meg legyenek a megfelelő ízületi szögek, hogy a térérzékelése fejlődjön, akkor tényleg azt néztem, hogy az alapvető mozgásformái legyenek meg, és egyensúlyt teremtsek, addig az Evelynnek volt az fő érdeme, hogy ez az izom elkezdett fölfele épülni, és megteremtette ezzel azt a stabilitást, rásegített az én munkámra. Uh-huh. Szóval közös együttműködés Pontosan. Nélkül nincs fejlődés. Uh-huh. Ez teljesen a közös együttműködésünk, uh-huh. tehát hogy tudunk kommunikálni, mi amúgy ismertük egymás szakmán belül is, Igen. ez is segítette. Amit én akkor még nem tudtam. Uh-huh. Igen, ez teljesen véletlenül Igen. alakult, mondta, hogy kit Igen. választana, és mondtam, hogy én őt ismerem, és egy nagyon jó szakembernek uh-huh. tartom, egyértelmű, hogy beszéljen vele, uh-huh. és tudtak is érdemben beszélni, úgyhogy ez lényegesen segíti a dolgot, hogy mi a Tibivel tudunk kommunikálni. Plusz uh-huh. mi összetudtuk úgy rakni a Hellának az utórehabilitációját és a teljesítményfokozását úgy, hogy nem ütöttük egymás Így van. Munkáját. Uh-huh. Pontosan. Szóval amíg én elláttam az alapvető utórehabilitációs gyakorlatokkal a Hellának a mozgás mintáját, és azon dolgoztam, hogy minden jó legyen. Nem az volt, hogy először ment erősíteni, és izomkeresztmetszetet hozni, hanem utána ment, amikor én végeztem a mintázásra. Volt olyan nap, amikor egyből mentél tőlem az Evihez. Szóval nem az volt, hogy valami egy izmot tónusba hozunk, és utána én elkezdek rajta dolgozni, mert azt nem lehet. Hanem tényleg le kellett fektetni az alapokat, hogy az utórehabilitáció után következett a teljesítményfokozás. De az megint egy teljesen más szegmens, amikor valaki személyedző, vagy testépítőedző, és teljesítményfokoz, és teljesen más dolog Persze. az, amikor valaki a mozgást hozza helyre. Uh-huh. Illetve még ami rendkívül fontos ehhez az egészhez, és azt gondolom, hogy egy kardinális kérdés, az, hogy bárki bármilyen állapotban van, most nyilván én magamról tudok beszélni, kell egyfajta felelősségvállalás az állapotunkért. Tehát tudomásul kell venni azt, hogy legalábbis én ebben az útban hiszek, és ezért mondtam azt, hogy magát ezt a betegséget én nem egy tragédiaként élem meg, hanem talán az egyik kiállítás megnyitón fogalmaztam így, hogy El Camino a lelkemért, mert ez egy önismereti út. Amikor az ember megtanulja azt, hogy okokozat is van, tehát nyilván
a tetteink, a gondolkodásunk nagyon sok mindent meghatároznak, és ez a betegségnél is rendkívül fontos, hogy hogyan állunk hozzá. Ha én hátradőlök, és szétteszem a kezem, hogy de én nekem azt mondták, hogy nézze, kedves, ebből nem lesz javulás, akkor és én ezt elfogadom, most a akkor igen. Tehát akkor én nem fogok lépcsőn menni, nem fogok kirándulni, illetve most elkezdtem ezt a légtornát, a fly fitness. Ja, igen, ezt is akartam kérdezni, hogy, hogy most volt egy posztot, hogy repülök. Igen, hát én feszegettem a határokat nagyon sokszor, tehát van bennem egy kettősség, ez a félelem és ez a bizonytalanság, illetve megvan az a vakmerőség, az a repkedés, az a mindent csinálnék vágy, és ennek a kettőnek nem mindig tudom megtalálni a helyes arányát. És tudod, Hella, erre mondom azt, hogy most is, hogy elmentél erre az új sportágra, ami ez a Fly, segítesz nekem mi? Fly Fitness, köszönöm szépen. És na ehhez kell igazából, kellettünk mi ehhez kellettünk, hogy a későbbiekben mindenféle sportágot, amit te szeretnél, kipróbálhass, ha úgy érzed, hogy készen áll rá a szervezeted, és készen állsz rá fizikálisan, mentálisan. Okay. És ez a különbség a sportespecifikus posztrehabilitációval, hogy a mozgást integráltuk neked vissza ahhoz, hogy a hétköznapokban, ami sporttal kapcsolatos, azt te meg tud oldani, amit te szeretnél. Igen. Úgyhogy ez az ilyen dolog. Most repül. Éppen repül, ki tudja, hogy egy fél év múlva miről fogunk még beszámolni. Most még az jut eszembe egyébként, hogy ezt a beszélgetést, mondjuk nem is így indult, hogy ebből egy nálatok mizu lesz, egy egészen más műsorba akartalak meghívni, de így, hogy komplex a dolog, így szerettelek volna titeket így együtt látni itt. De most vissza gondolok arra, hogy nyáron, szerintem ez nyáron volt, egyszer találkoztunk az Aranybulla tetején. És most, hogy visszagondolok, hogy úristen, te oda fellépcsőztél. Igen. Egy hang, hogy hívják ezt a hangszert, amivel... Handpan. Igen, tehát ez, amit így ütnek, és igen, ilyen szép rezonáló hangot ad ki egy ilyen, egy úriemberrel. Az az úriember az ilyen fiam. A fiad? Jaj, és meglepetések mindig vannak. És valami fantasztikusan zenél. No, szóval a fiaddal ott ültél, és azt láttam, hogy te most éppen kikapcsolódsz, és kizárod a külvilágot, és akkor így néztem, szerintem biztos, hogy mert meglepődtem, hogy ott vagy, mert pont egyszerre senki más és nem volt ott, csak mi ketten. És talán pont a földön is ültem, mert akkor még igen, nem tudtam felállni, vártam, hogy segítsen szerintem valaki fel. És én tudom, hogy meglepődtem, de most így utólag visszagondolva, meg látva azt, hogy tényleg mi történt, meg hogy dolgoznak veled a szakemberek, ez egy csodálatos dolog szerintem. Igen. No, most egy picit rakjuk el félre ezt a betegséget, beszélgessünk egy kicsit a ti utatokról is. Mert hát ugye ez a műsor arra is hivatott, hogy azokat, akikkel találkozunk itt-ottam, ott bemutassuk a nézőknek egy kicsit jobban. És azt gondolom, hogy szerintem egy kicsit utánatok olvasva, azért mind a kettőtöknek van egy csodálatos útja. Kezdjük az Evelinnel. Kezdjük az Evelinnel, mert hogy itt ül előttünk egy csinos, szép idomokkal, szép testtel megáldott hölgy, hát nem is lehetne más egy fitness edző. Na, de hogy te is elindultál valahonnan? Igen, én nagyon vékony lányként kezdtem el még anno ezt a sportot, 16 éve, úristen, de régen volt, szóval 16 éve, és csak szimplán az volt a cél, hogy fejlődjek egy kicsit, és beleszerelmesedtem az egész sportba. Az egyik hozta, az egyik dolog a másikat, a táplálkozás, a versenyzés, ugye nekem van egy versenymúltam, eljutottam odáig, hogy 3 fitness versenyszezon csináltam meg. Ez is egy nagy szerelem volt, ezt már lezártam. Utána jött a táplálkozás része, akkor abba merültem teljesen el, és 12 éve csinálom magát az edzősködést, illetve a táplálkozási részét is. De hogy nem is fehérvári vagy egyébként, és valahogy itt ragadtál nálunk, és egy teljesen más szakmát tanultál. Az hogy jött ez a felfedezés, hogy na hát én most vékony vagyok, és akkor én szeretnék fitnessben szerepelni akár? Nagyon sokat csúfoltak fiatalként, tehát én nagyon vékony voltam, tényleg ilyen anorexia közeli állapot, 1,70 magas vagyok, és 49 kiló voltam, és sokat csúfoltak, hogy előadeszka, hátul létsz, és megkiabáltak az utcán, így nem voltam nőszámba sorolva, és ez egy akkora csorba volt az önértékelésemen,
hogy mondtam, hogy oké, akkor én ez ellen teszek, én mindig a tettek embere voltam, tehát én soha nem süppettem abba bele, hogy na jó, akkor ezt most rám sütötték ezt a bélyeget, és akkor én becsukom az ajtót, és sírok a szobámba, hanem akkor álljunk bele a feladatba. És igaz, hogy van két másik szakmám is, ruhaipari technológus és kozmetikus, tehát teljesen más a... Nem tudtátok, nem igen, tudtam. Teljesen más a két szakma, de ugye akkor már én elkezdtem sportolni, és ahogy mondtam, belesodródtam ebbe az egészbe, és felfedeztem, hogy valószínűleg elég jó genetikám van ehhez a sporthoz, és benne ragadtam. Egyszerűen elkezdtem fejlődni, és... ugye a fitness versenyek világa az meg, hát ez egy fantasztikus, tehát az egy teljesen más közeg, és oda az teljesen be tudja szippantani az embert. Ez egy nagyon kemény meló lehetett. Igen, azért. Igen, nagyon, nagyon csodálatos maga az út, tehát engem mindig az vonzott, hogy honnan, hova lehet eljutni, és hogy mennyire szép az az út, amin végigmegyünk, tehát mennyire sokat kell tenni azért, hogy mi oda a színpadra fel tudjunk állni. Nagyon sok embert, nagyon sok lányt az vonz, hogy kiállhat a színpadra, engem mindig az út vonzott. Az, hogy mit járok be, hogy mennyit teszek érte, hogy mennyit tanulok a testemről, hogy hogyan alakulok és formálódok. Uh-huh. És hát ugye azóta meg gondolom, hogy sok-sok ilyen átalakulásnak lehetél a részese, ugye? Mert hát gondolom, hogy sokan vannak, akik fogyni szeretnélek, és így érnek el sikereket, de lehet, hogy van hasonló, mint te, hogy vékonyból szeretne izomzatot építeni. Kik azok, akik megkeresnek? Leginkább az ilyen 30-45 év közötti anyukák keresnek meg, akik fogyni szeretnének, meg valamiért, ezt a Hella is tudja, hogy én eléggé lelkis ember vagyok, és valamiért megtalálnak az olyan hölgyek is, akiknek önértékelési problémái vannak, lelki problémái, nagyon mély gödörbe van az életük, és szeretnének sportolni, jobban kinézni, jobban érezni magukat a bőrükbe, és valamiért őket bevonzom magamhoz, mert mindig ilyen kis lelki támasz próbálok lenni nekik, és azt gondolom, hogy sikerül is, szóval így tudunk együtt dolgozni, tehát ez egy ilyen tök jó kis csapat, mert próbálok mindenkinek segíteni lelkiekben is, meg testiekben is, úgy gondolom. Tudsz mondani egy olyan példát most a Hellen kívül, ami ilyen nagy sikerélmény, hogy például valaki nagyon sok kilóból mondjuk tök szépre lefogyott, vagy fordítva? Nagyon sok ilyen van, hiszen 12 év alatt azért vannak. Volt egy hölgy, aki befagyott vállszindrómával jött hozzám. Tibi, te tudod, hogy ez mi, és rendbe hoztuk a vállát, illetve 20 kilót fogyott egyben, és ez egy hatalmas nagy siker. Azért nagy siker, mert a fogyás mellett ugye ez a befagyott vállszindróma, ez neki 2 évig tartott már. Orvostól orvosig járt, senki nem tudott rá semmit, tehát tényleg injekciózták, elküldték úszni, volt minden, és körülbelül egy ilyen fél-háromnegyed év alatt nagyon szépen rendbe hoztuk a vállát is, illetve fogyott egy 15-20 kilót körülbelül. De ez azért volt nagyon megható, mert felhívott hajnalba, olyan 6 óra körül, hogy Evelyn, nem hiszed el, 2 év után végig aludtam egy éjszakát, úgyhogy nem keltem föl, és sírt a telefonba. Hát ez nagyon szép. Igen. Nagyon sok ilyen történetem van, úgyhogy ezért vagyok szerelmes ebbe a sportba, és ezért ragadtam én benne, mert nagyon-nagyon sok szép történet van mögöttem, és nagyon jó érzés segíteni az embereknek. Tibi, puskáznom kell, mert láttam rólad egy videót. Jaj, ne! Milyen videó? Érdekes volt. Nekem olyan volt, mint amikor a Csolány Szilvesztert láttam. Igen, én tudtam, hogy utána fogtok nézni. Hát muszáj volt, és azt láttam, hogy Winner of Street Workout World Cup Germany, ez 2013, egy ilyet láttam, de lehet, hogy aztán volt több is, vagy erre nem vagy annyira büszke? Én őszintén megmondom, én mindig nagyon kerültem a médiát. Én nem voltam benne ebbe a dologba, hogy én tévéről tévére, mindig zavarban voltam, úgyhogy én próbálom meg szerényen megélni ezeket a dolgokat, hogy a saját életutamon hogyan is szépen megyek végig. Igen, van ilyen sportolói múltam, nem is kicsi. Úgyhogy én akkor 2000... kezdjük az elejétől, hát, hogy honnan indult. Hát először is úgy, hogy mindig nagy álmom az volt, hogy bekerüljek az orvostudományi karra, és én jelentkeztem is a Semmelweisre, de közben utána mellette elkezdtem sportolni, és mégis az élsportot választottam. És
annyira megszerettem a sportot, hogy hát pár évet vele, street workoutot, a saját testsúlyos kalisztenik edzés, hogy olyan szintet fel tudtam fejlődni saját magamtól, hogy 2013-ban a profi kategóriába világkupát nyertem Öffenburgba. Önerőből, és innen kvalifikáltam be magam a szuper profi kategóriába, amikor már mentem Moszkvába. És akkor Moszkvába a világ top 36-ban, 6 elitjébe tartoztam, és ott a top 20. helyezést értem el. Úgyhogy nagyon szerettem ezeket az éveket, és utána még volt egy világbajnokság is, amikor kvalifikáción nyertem egy selejtezőt, és a selejtezőnek köszönhetően kijutottam a világbajnokságra, ahol a világ top 70 elitjéből a top 20-dik lettem. Az igen. Szóval hát gratulálunk ehhez. Úgyhogy ez egy ilyen, nagyon szépen köszönöm. Én nem nagyon szoktam mondani senkinek, nem nagyon szoktam én ezt reklámozni, hogy milyen ilyen sportolói múltam van. Voltak lehetőségeim, nagyon szerettem a fiatalabb éveimet, mert még azért nem jön azért, de hogy nagyon szerettem az élsportot, nagyon nehéz volt az élsport, szerintem abban a sportban, amiben én benne voltam, én azt maximálisan kimaxoltam, szóval hogy elértem azokat az eredményeket, amiket én szerettem volna, utaztam, azon kívül Franciaországba is mentem, ott is voltam egy verseny, ott a top 10 körül végeztem, szóval azért egy utazgattam, de sajnos úgy éreztem, hogy az ilyen sportból nem fogok megélni. És utána döntöttem úgy, hogy akkor merre, hogyan tovább, és akkor eldöntöttem azt, hogy akkor szeretnék oktatni és edző lenni. Amikor elvégeztem Budapesten az IVI-nél a fitness instruktori képesítésemet, utána csináltam egy-két évig, és tök boldog voltam, nagyon boldog voltam, hogy lehet, hogy már nem ilyen sportolok, de mégis azt csinálhatom, amit szeretek. De egy idő után azt éreztem, hogy nekem ez nem elég. És azt a döntést, amikor hoztam, hogy én élsportoló lettem, leszek, ahelyett, hogy az orvostudományi karra mentem volna, utána megint elkezdett hiányozni az, hogy én azért szeretném még tanulni, és én szeretnék a gyógyászat fele elmenni. De hogy hogyan tovább, hiszen már ennyi évet beletettem én az élsportba, és ennyi évet beletettem igazából abba, hogy oktathassak is. És utána döntöttem úgy, hogy hát akkor már nem egyetem, de valami olyat szeretnék csinálni, ami egyedi. És így döntöttem a posztrehabilitáció mellett, ami egy sportág specifikus utógyógyászat, ami egy csodálatos szép szakma, és most már nagyon sok helyen el lehet menni ilyen képzésre, most egyre több, most ez egy-két évben kezdett ez így nagyon elindulni. Ami nagyon nehéz, hogy ez egy olyan képesítést ad maga a posztrehabilitáció, ami nem gyógytornász, de mégis utórehabilitációval foglalkozik sportespecifikusan, plusz mellette vissza tudod integrálni azoknak az embereknek a mozgását a bizonyos sportágakba, amikor sérülnek. Szóval nem csak simán gyógyászati rehabilitációról van szó, hanem inkább sportespecifikus posztrehabilitációról van szó. De mégis azt érzem még a mai napig, hogy nekem nem elegendő ez a képesítés, ami van jelenleg az én életemben, mert azért én még szeretnék még feljebb jutni, és nagyon szeretnék kiteljesedni maga a szakmámba, mert az én szakmám, most amit én elvégeztem, ez egy nagyon széles skálán mozog. Testtartás elemzés, mozgás elemzés, mozgás mintakorrekció, izombekapcsolási sorrend, izületi szögmérés, látszövetterápia, kompressziós terápia, dekompressziós terápia, szóval megyünk végig köpőzéstől kezdve minden,
és utána jön a biomechanika, és utána a sportes specifikus teljesítményfokozás, de hogy nekem ez nem elég. És nagyon nehéz, mert nagyon nagy felelősség van azokon a sportolókon, vagy edzőkön, akik a posztrehabilitációt válasszák, mint szakosodást, mert ez még mindig nem gyógytornász, és ez még mindig nem rehabilitáció. Ezért én most hoztam egy döntést, és én úgy döntöttem, én ezt a Hellának is mondtam el, hogy most a Természettudományi Akadémiára jelentkeztem, és pillanatnyilag is tanhallgató vagyok, és ha minden igaz, akkor 2 éven belül, 3 éven belül, akkor alternatív mozgás és masszázs terapeuta leszek, és onnantól kezdve, hogyha ez így alakul, akkor az orvosi kamarához fogok tartozni, és akkor utána, ha minden sikerül, és keményen tanulok, és oda teszem magam, és mellette keményen dolgozunk, akkor praxist nyithatok. Lassacskán te is megváltod az álmaidat. Igen. Úgyhogy nekem ez az én életutam, és ez még szerintem még mindig nem teljesített ki. Én mindig azt szoktam mondani a Hellának, meg mondom mindenkinek, hogy talán 40 éves koromra fogok kiteljesedni, amire azt mondom, hogy na jó, akkor én ma azt csinálhatom 100%-osan, amit szeretnék. Úgyhogy nem. Bár most, hogy egy icipicit megismertelek, lehet, hogy már akkor is az lesz, hogy nem lesz elég, és majd akkor is tovább akarod magad fejleszteni, mert azért az elengedhetetlen a ti szakmátokban, hogy folyamatosan fejlődjetek ebben a gyorsan változó világban. Igen. Úgyhogy. Na, térjünk akkor rá Hellára is. Hát én könyvtárosként ismertelek meg, pontosabban a könyvtár szóvívőjeként. Ez már hosszú évekkel ezelőtt volt, de hát azóta mondd el te, ugye említetted az origamit is, uh-huh. és hát ugye most már több kiállításod is volt, gyönyörű szép festményeket festesz, ugye gondolom, hogy az indítatás, főleg sok-sok madarat, az indítatás gondolom, hogy jön a természet szeretetéből, a Vadmadár Kórházban való munkát kapcsán, ugye baglyokat szoktál, nagyon kedvenceim festeni, úgyhogy egy kicsit mesélj erről. De honnan indultál, és hogyan érkeztél meg a mai napba? Nekem az origami volt egy kikapcsolódási forma, ami egy pusztán hobbiból egy szenvedélyé vált. Van egy modellem, ami nemzetközi szinten is ismert, illetve több kiállításom volt, önálló kiállításom is, illetve most még a Magyar Origami Körnek van egy vándor kiállítása, ami tavaly Horvátországban került bemutatásra, tehát nemzetközi szinten is még mindig, de inkább itthon voltak bemutatkozásaim. Egyelőre az origamit nem tudom most csinálni a kezem miatt, mert nagyon remeg, ami engem rendkívül zavar. Ez megmaradta a betegségből? Ez egyelőre még igen, de bízom benne, hogy el fog múlni, illetve azt gondolom, hogy meg kellett tanulnom ezt az időszakot egy szép emlékként eltenni magamnak. Viszont az alkotás vágya az mindig is bennem volt, és én az origami mellett elkezdtem annak idején a PowerPoint technikát, ami egy szobrász technika, és nagyon-nagyon izgalmasnak tartottam a két művészeti ágnak az ötvözését. Tehát ebből születtek olyan alkotásaim, amelyekből szintén volt kiállítás sorozat, de a betegségem ugye ennek az útnak egy kicsikét gátat szabott, és akkor jött a festés, ami gyakorlatilag arról szólt, hogy ahhoz, hogy a remegő kezemet egy kicsikét megtanuljam kondicionálni. Ugye első kör az volt, hogy a kockás füzetben megtanultam lefogva a kezemet köröket rajzolni, körbe rajzolni a kis négyzeteket, meg kellett tanulnom újra írni, tehát hogy mindent szépen vissza kellett hozni. És az ecset meg a festék arra nagyon jó volt, hogy megtanuljam a finomabb vonalvezetést, színdinamikát, egyebeket tanulni. És hát közben rájöttem, hogy rengeteg amatőr festő van, talán én is megállom valamilyen szinten a helyem ebben a világban, illetve hát ugye a képeimen keresztül mindig valamilyen, ez olyan, mint a művészetterápia, miközben az ember alkot, teljes egészében a jelen pillanatot éli meg, illetve olyan érzések, érzelmek, gondolatok jönnek felszínre, amelyeket rövid történetekben megfogalmaztam és a képeim mellé csatoltam. Szerencsére nagyon jó visszajelzést kaptam ezekről a rövid írásokról, és ezek mind-mind arról szólnak. Gyakorlatilag a képeimmel azt az üzenetet szeretném képviselni, illetve mindenkinek átadni, hogy minden helyzetből van remény. Saját magunkban kell megtalálni azt az egyensúlyt, amely nem mindig van meg, és próbálok egy picikét
aki az egyik kiállításomnak ez volt a címe, hogy nézd másként a világot, hogy egy picit megtanuljunk másként nézni a világra. Megtanuljuk azokat a dolgokat értékelni, amelyek itt vannak napi szinten körülöttünk. Nem is gondolnánk, de igen, tehát például a járás. Tehát én nagyon ámulattal nézem azt, hogy emberek járnak, és amikor ilyen hosszú időszak után az embernek lekapcsol az agya, és látom, hogy csinálják mások, és nem értem, nem tudom megérteni ezeket a dolgokat, ezeket az érzéseket, ezeket a gondolatokat próbálom mindig úgy megfogalmazni, átadni, hogy mindenki valami pozitívat érezzen belőle. Amit említettem, ez a felelősségvállalás, hogy érezzük át a saját döntéseinknek a felelősségét. Hogy megtanuljuk azt, hogy nincs rossz döntés. Tehát bármilyen döntést hozunk, az az adott pillanatnak volt a legjobb döntése. És aztán persze lehet, hogy rossz döntést hoztunk, de hogy megtanuljuk a megbocsátást, megtanuljuk az elengedést. Na most ez pont az a folyamat, amelyben intenzíven benne vagyok. És erről is fogok írni, amikor egy kicsikét tisztul. Pont ezért, hogy akik követnek, és akik figyelemmel kísérik mindazt, amin átmegyek, ne a betegséget lássák, hanem egy olyan útmutatót lássanak, amit a saját életükbe tudnak integrálni, és amely másnak is reményt tud adni arra, hogy igenis minden egyes pillanatért érdemes még itt lenni ebben a világban, bárnéha én is feladnám, bevallom őszintén. A hidegráz egyébként most, ugye nehéz megszólalni. Beszéltük az adásunk elején, hogy gondoljatok ki egy kedves történetet, akár a saját közös munkátok kapcsán voltak-e ilyen viccesebb helyzetek, vagy a saját egyéni munkátok kapcsán van-e most ilyen gondolat a fejetekben itt a végén? Nagyon vidám edzéseink vannak, de ez én nagyon kemény edző. Amikor úgy ránézek és mondom, szinte már könnyű csorog a szememből, hogy iszonyú nehéz az a súly, és nagyon nehéz a feladat. És akkor mondom, hogy nem lehet, hogy sok a súly, hogy nem vissza kéne venni, és akkor így rám néz mosolyogva, hogy nem, ez direkt ennyi, meg tudod csinálni. És akkor nincs választásom, akkor azt meg kell csinálnom. De a legviccesebb... A Hellus a videófelvételeset. A videófelvételeset nem sírdál. Mindig azt szoktam mondani, hogy nagyon szenvednek a lányok, ugye edzésen, nagy részben lányokkal foglalkozunk, nagyon szenvednek, és mondom, annyira viccesek vagytok, szoktam felvételt készíteni róluk, nyilván az ő engedélyükkel, meg akartok szakadni a súly alatt, amint benyomom a videófelvételt, mosolyogva végig csináljátok. És én mindig szoktam mondani a Hálusnak, hogy benyomjam a videót, akkor könnyebben megy, mert akkor egyből eltűnik minden szenvedés az arcról, és mintha ilyen pillesúlyokat nyomkodnának. Tehát sokat nevetünk edzésen. Rengeteget. Tiborral ugyanígy, tehát nagyon sokat nevetünk. Volt olyan edzésünk, azért azt is bevallom, amikor inkább ilyen lelki támogatássá ment át az egész, és egy nagyon jót beszélgettünk, és akkor éppen annak ott de ez hozzátartozik. Igen? Hát persze, ez egyértelmű. Sportpszichológia. Így van. Tehát az, hogy ki tud alakulni, tehát ebben az egészben én azt gondolom a kölcsönös munkában az egyik nagyon-nagyon fontos lépés az, hogy van egyfajta bizalom, egyfajta kötődés egymás iránt. És azt gondolom, hogy érezhetem őszintének, tehát ez nem arról az egy pontosan. Rövid óráról szól, hogy na itt van, akkor most jó pofizunk egy kicsit, tehát hogy nem erről van szó. Hanem tényleg, amikor az ember lelke egy kicsit meg tud nyílni, és megkapja azt a pluszt és támogatást, ami kell, nagyon kell a gyógyuláshoz. Neked van ilyen emléked? Most már mondott egy pár ilyet a Hellával. Nem szeretek a Hellával kávézni. Mindig, amikor jön edzeni, akkor így kérdezem, Hella, iszunk egy kávét? Ha jó lenne egy kávét, a vendégem vagy, és akkor kávézgatunk. De van, amikor kapok tőle egy kis teát, hogyha ráírok, akkor Hella, nem tudnál hozni valami finom teát, és akkor csinál nekem egy finom gyömbéres teát. Igen? Nem tudom. Akkor most már én is igényelni, az jó, hogy tudom. Akkor én is igényelni fogod azt a szolgáltatást. Meg ha nem sikerül valami, amit úgy terveztük, akkor egy nagyot röhögünk rajta, kacogunk egy nagyot. Hát nem tudok még mit mondani, mi volt még ilyen. Szóval, hogy végig. Tényleg, hogy nem kudarcnak éljük meg itt ezeket a dolgokat, hogy egymásnak vagyunk, hanem egymásért vagyunk. Eszembe jutott az a történet, bocsi a szabadba, amikor hoztál valami, nem is tudom milyen kis csemegét be az edzőterembe, hárman ültünk a földön,
ez egy kis csemegét is az edzés végén végeztével ott a földrácsa. Mert valami kis zselés, ilyen zselés, kis birsalma kockákat hoztam, és akkor a jó ízűen ott ültünk a csipet. Lelki furdi nélkül lehet edzés alatt, nem? Meg amikor lehúzom az okniát, és akkor tudod, azért a Helennek leveszem az okniát, és vérkeringést próbálom ott beindítani, a saját kis szőnyegemen, és akkor mindenki néz a konditerem, vagy hú, ez most kezdeti fázisban így, vagy hú, ez most ez mit csinál? Mit tapizza a lábát? És akkor így mondom neki, hello, semmi probléma, nap mint nap minden ember lábát így fogom, ez ehhez hozzá tartozik. De azért azt is elszoktam, hogy a tiéd az olyan finom puha. Itt már nincsen szemérmeskedés, itt elfogadás van, és akkor ezt ilyen, tudjuk ezt ilyen nagyon lazán kezelni szerintem. Hát akkor a későbbiekben is azt kívánom, hogy kezeljétek továbbra is ilyen lazán ezt a szituációt és ezt a közös munkát. Szerintem csodálatos emberek vagytok mind a hárman. Köszönjük. Szerintem nagyon sokat köszönhetsz nekik, azt látom. Igen. De ők is neked szerintem. Ezt akartam mondani, hogy ez egy oda-vissza működnek ezek a dolgok. Hát nem tudnánk a szakmánkból kiteljesedni, hogyha nem lennének olyan emberek, mint például ez, a Hála. Ez egy nagyon jó mondat volt. Akkor legyen ez a végszó most, és én azt kérem tőletek, hogy amint van fejlődés még tovább, akkor azt beszéljük, megjelezzétek, és szeretném, ha majd, amikor már egy olyan fázisba eljutunk, hogy hát mondjuk most is nekem ez egy csoda, de hogyha még tovább fejlődünk, akkor újra üljünk össze és beszélgessünk, amikor és majd repülök. Számoljunk be róla. Fél év múlva akkor jövünk. Jó. Fél év múlva repülve jövök. Repülve jössz. Jó, rendben. Köszönöm szépen, hogy itt voltunk. Köszönjük mi is. Önöknek pedig a figyelmet köszönjük, ez volt a Nálatok Mizu, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.